Révész Dóra még január elején tette közzé közösségi oldalán két relikviáját, egy dedikált futballlabdát és Fradi mezét. Bármennyire is szívéhez nőtt dolgok ezek, ő árverésre bocsátotta egy igazán nemes cél érdekében. Úgy döntöttünk a barátnőmmel, hogy valószínűleg szeretnénk nekik segíteni, ha nem is más kutyamenhelyeknek, legalább a kalocsaiaknak. És megláttam ezeket a tárgyakat magamnál, és úgy döntöttem, hogy mivel nem olyan, nem azt mondom, hogy nem fontosak számomra, mert azok, de inkább eszmei értékük van az én életemben, és nem az határozza meg az embert, hogy milyen drukker, hogy mennyi tárgya van az adott csapat címerével. És úgy döntöttünk, hogy ezeket licitre bocsátjuk. És hogy a befolyt összeg 100%-át a kalocsai menhely javára felajánlják. A licitet 14-én zárták le, méghozzá igen nagy sikerrel. Összesen 200 ezer forint gyűlt össze a menhely számára. 100 ezer forint gyűlt úgy össze, hogy csak kimondottan a labdára és pólóra. Egy személy vette meg, egy pesti férfi. A másik százat pedig egy kalocsai férfinak köszönhetjük. Dóráék a licit lezárta után nem vártak sokat, azon a héten bele is kezdtek az akcióba. Összerakadtattunk egy 70 ezer forint értékű csomagot a kutyák számára. 55 ezer forint értékben vásároltunk mi itt Kalocsán be kutyatápokat, tisztítószereket, játékokat még, és 75 ezer forint került a zivartalanításokra. 7 kutyának sikerült ebből a zivartalanítását kifizetni szerencsére. De a lányok számára itt nem ért véget a kapcsolat a menhellyel, hiszen elhatározták, hogy aktívan részt szeretnének venni az árva kutyák életében, azok napjainak jobb áttételében. Múlt héten szombaton volt az első alkalom, amikor 12 ember, de csak 10 ember jött el a menhelyre, és kimentünk, mindenki fejenként 2 kutyát megsétáltatott, megetettük őket, játszottunk velük, simogattuk őket. Most majd 2 alkalommal ott voltam, beléptem oda hozzájuk, és ugye nálunk a tudat azért benne van, lehet, hogy azért is fáj nekünk jobban, hogy a tudat benne van, hogy nem vihetjük őket haza. Ők viszont azt nagyon-nagyon sok kutyán látszik, hogy nagyon szeretne gondoskodó, szerető családba kerülni, mert talán ebben kicsit könnyítjük az életüket, ha már ott is maradnak.